Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 50. heti adását látják a UPC Felső-Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban többek közt összeállítást láthatnak a Csomosztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felső-Zsolcai tagintézményének adventi koncertjéről, valamint a Nyugdíjas Klub évzáró rendezvényéről. Tartsanak velünk! A Felső-Zsolcai Közmunkaprogram heti eseményéről kérdeztük Gál Imrét, a GAMESZ igazgatóját. Az aktuális feladatokról és a közeljövő terveiről is beszélt kameránk előtt. Tisztelettel köszöntöm a Zsolca TV kedves nézőit, és hát most már tényleg nevezhetjük sorozatnak, mert immáron a második alkalommal tudósítunk arról, hogy mi is zajlik a GAMESZ házatáján. Ezen a héten itt az állattartó telepről, tehát a nagyraktár területéről tudósítjuk Önöket, hogy mi zajlik. Mögöttem látható az a rész, ami azt hiszem sok zsolcainak megdobogtatja a szívét. Bizonyára mindannyian emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt ez a terület hogy nézett ki. Ahhoz képest óriási a változás. Láthatják, hogy elkészültek az ólak, a szárnyas jószágoknak, disznóknak, kecskéknek a fejőállás kialakítása most van folyamatban. Az udvar rendezett képet mutat, tehát ahhoz képest, ami korábban itt volt, az mindenképpen óriási különbség. És itt meg kell említenem azt is, hogy ennek a munkának az oroszlán részét, illetve ebben a munkában az oroszlán részt a közmunkásaink vállalták, tehát az, hogy ez a valamikor tényleg lepusztultan kinéző terület így néz ki, ez nagyban köszönhető a közmunkásoknak, akik egyébként most is aktívan veszik ki a részüket. Köszönhetően, ahogy az múlt héten is említettem, a jó időnek igyekszünk kihasználni minden percét. Ma is egy kellemes tavaszias idő volt. Nem fáznak, igyekszünk olyan munkákat elvégezni, amik egyébként fagyos időszakban, fagyos időjárás esetén nem megoldhatók. Betonozásra, festésre, külső munkálatokra gondolok, vakolásokra. Ezeknek nagy részén túl vagyunk, és mindenképpen úgy szeretnénk itthagyni az igazi tél beállta előtt a területet, hogy tavasszal már tényleg csak az utolsó simításokra legyen szükség. Nagyon szépen fejlődnek a jószágaink, bővül az állatállomány. A múlt héten 7 malaccal gyarapodtunk, közel 30 kecskénk van, ezek közül már jó néhány vemhes is, úgyhogy tavaszra megjön majd a kecskeáldás a GAMESZ házatájára. Tehát én azt hiszem, hogy amit itt a tévénézők láthatnak, illetve hát a járókelők, akiket egyébként minden zsolcai lakossal egyetemben természetesen szeretnék ide meginvitálni bármikor, itt vannak kollégáim, akik a nap bármely szakában szívesen körbevezetik az érdeklődőket, hogy saját szemükkel is megtekinthessék, hogy mi zajlik itt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy csak a legnagyobb elismerés nyelvén nyilatkozhatunk arról, ami itt folyik, és engedjék meg itt ezúton is megköszönjem kollégáimnak, mind a közmunkásoknak, mind természetesen a GAMESZ dolgozóinak, akik nagyon aktívan és ahogy mondják, úgy magukat tényleg odatéve kivették a részüket abból, hogy ez a telep így fejlődjön és így nézzen ki. Évzáró rendezvényét tartotta a Felső-Zsolcai Nyugdíjas Klub a Pokolcsárdában, ahol a kerekévfordulós tagokat is köszöntötték. Évzáró vacsorán vettek részt a Felső-Zsolcai Nyugdíjas Klub tagjai. A több mint 70 tagot számláló baráti társaság több közös kiránduláson vett részt idén is. Az idei évet szerintem nagyon jól zártuk a Nyugdíjas Klubbal, rengeteg strandolás, fürdőzés és kiránduláson vettünk részt, és végül is úgy látom, hogy nagyon jól érzi magát mindenki, és nagyon jól szaporodtunk, mert most már 70 fővel dicsekedhetünk, úgyhogy nagyon jó csapat jött össze, én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a lehetőséggel is.
társasággal. A vacsorán énekkel is köszöntötték a névnaposokat, valamint a kerek évfordulós tagokat. Jövőre is számtalan terve van a nyugdíjas klubnak, a legkedveltebb kikapcsolódás a közös fürdőzés. 2016-os terv szintén az az igazság, hogy elég idős a csapat, és igény inkább a fáradt lábak miatt fürdőzésre van inkább legtöbb igény, de minden évben terve van egy háromnapos kirándulásunk, amit évek óta hagyomány, és szintén a fürdőzések, egynapos kirándulások, hogy ugyan azok a lehetőségek megvannak, ami eddig is, és ki is használjuk. Hál' Istennek volt lehetőségünk, az önkormányzattól is kaptunk anyagi segítséget, úgyhogy úgy néz ki, hogy emiatt tudjuk a tervet, amit elképzeltünk, folytatni. A nyugdíjas klub idei utolsó közös programja is jó hangulatban telt. Felső Zsolcára is ellátogatott Lapföldről a Mikulás, a Szent István és Park utcai óvodába érkezésekor stábunk kamerája is ott volt. A gyerekek énekkel, verssel köszöntötték a megfáradt Mikulást. Adventi növendékhangversenyt rendezett a Csomasztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felső Zsolcai Tagintézménye. A Pokolcsárda külön termében minden tanszak növendékét hallhatta a közönség.
Meggyújtották a második adventi gyertyát a Hősök terén elhelyezett adventi koszorún. Több éves hagyomány már, hogy advent idején a város lakói, az óvodások, iskolások, a civil szervezetek képviselői a város főterén álló Betlehemnél gyűlnek össze gyertyagyújtásra. A gyertyagyújtáson ez alkalommal a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjai működtek közre az ünnepi műsorban. Isten hozta kedves minnyájukat advent második vasárnapján közös gyertyagyújtásunkra. Úgy vélem, már a virradóra sok-sok kis cipőbe, meg nagyobb bacskába is, ablakba vagy kandalló párkányra hozott ajándékot a jóság, a figyelmesség és a szeretet, azaz a Mikulás. A mai vasárnap délutánra a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola készült ünnepi műsorral, melyben köszöntőt mond Nagy György igazgató úr, Szavalnak, Mátyus Luca, Csendes Lilla, Danyluk Eszter és Molnár Nikol 4. A-osztályos tanulók, mesét mond Rigó Mária, 6. A-osztályos tanuló. Megkérem Alexa Gábor lelkész urat, nyújtsa meg a második gyertyát Felső Zsolca város adventi koszorúján, majd hallgassuk meg a gyerekek műsorát. Miről is szólhat ilyenkor karácsony táján a rege, mint sem a szeretetről? Arról a tüleményes varázslatról, amely most bejárja, meghódítja a világot, és sohasem veszít időszerűségéből. A szeretet értékelésével, értelmezésével ezernyi tanulmány foglalkozik. Nekem a következő egyszerű, ám igencsak sokat mondó megfogalmazás vésődött az emlékezetemben. A szeretet nem más, mint a lélekben összekulcsolt kéz. Így karácsony előtt különösen fontos, hogy kicsit megálljunk, hogy elgondolkozzunk azon, mire is várunk advent idején. Várunk egy kis csöndre, békességre, talán egy kis mosolyra, melegségre, megértésre, szeretetre. Várjuk-e azt, aki mindezeket megadhatja nekünk? Várjuk-e Krisztust, akit befogadván adhatunk mosolyt, melegséget, megértést és szeretetet? Ha nem az ajándékozó Jézuskaként tekintünk a világ mindenség urára, hanem engedjük, hogy Krisztus ma is a mi szívünkbe is megszülessen, akkor válik a mi ünnepünk is igazi karácsonnyá. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola közössége nevében egy versrészlettel kívánok mindenkinek áldott adventi készülődést. A rohanó világban megkoptak a fények, halványak a hitek és halványak a remények. Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, őszintén szeretni és bízni a jóban. Őrizzük meg a karácsonyunk fényét, s őrizzük a szeretetben való hitünk reményét. Hisz karácsonykor mi is gyermekek vagyunk, s gyermetek vágyainknak határt nem szabhatunk. Köszönöm figyelmüket, áldás békesség! Boldog vagyok, mert szememet fel a hegyekre emelem. Lábárnál halva, tanításod, éres megváltóm, mesterem. Boldog vagyok, ha szegény lelkem általad gazdag lehetett. Boldog, ha bűnöm miatt sírok, mert vigasztalást nyerhetek. Boldog vagyok, ha a szívemben alázat, csend és béke van. Boldog vagyok, ha ő érete háborúságot szenvedek, ha kicsúfolnak és megvetnek a hitemért az emberek. Boldog vagyok, ha szidalmaznak, ha gonosz szólnak ellenem, mert tudom, Jézus megígérte, a mennyországban lesz helyem. Boldog vagyok, újjong a lelkem, mert a jutalmam végtelen. Bőséges lesz ott fenn a mennyben, hol dicsérhetem Istenem. Fenn a gyönyörömre hoz született, aki utána fölnevedett. Mária karján égi a lény, isteni kisebb szűznek
tudjuk, milyen titok a holnap. Némák a titkok, nem válaszolnak. Rejtőködőkben szemünk nem láthat, de előtetjük kis almafánkat, bízva, hogy kihajt gyümölcsöt terem. Titok a jövő, sürget a jelen. Nem tudjuk, milyen titok a holnap. Némák a titkok, nem válaszolnak. De a maint, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk, ki jön, Krisztusra várunk. Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, munkába lejjen, ne resten, tétlen. Testvérek terhét vállalja vállunk, mert tudjuk, ki jön, Krisztusra várunk. A három fenyő. Három fenyőfa állt egy dombtetőn. A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős, messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem volt olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és növekedett. A harmadik fenyő azonban igazán kicsi volt, vékony törzsű és egészen alacsony. Bár csak olyan nagy és erős lennék, mint a legnagyobb fenyő, sóhajtotta ez a kicsike fa. Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a hó. Karácsony közeledett. Bár csak eljönne értem télapó, és elvinne karácsonyfának, sóhajtotta a legnagyobb fenyő. Bár csak engem vinne, mondta a kisebbik fenyő. Bár csak engem választana, kívánta a harmadik fácska. Egy napon fázós kismadár jött szögdécselve feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott repülni. Kérlek, legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágait közt? Szólította meg félénken a kismadárafát. Nem lehet, mondta a legnagyobb fenyő. Nem használhatok madarakat az ágaim közt, mert éppen karácsonyfának készülök. Pedig úgy fázom, panaszolta a kismadár, a legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt. Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a kisebbik fenyőhöz. Kedves kisebbik fenyő, megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között? Kérdezte. Nem, felelte a kisebbik fenyő. Nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert hát ha most vinne el valaki karácsonyfának. Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a harmadik fácskához. Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? Kérdezte. Hogy ne maradhatná, kismadár? Felelte a harmadik fácska. Búj csak egészen hozzám, majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik. A kismadár felugrott a harmadik fácska ágai közé, hogy nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva a harmadik fácska édes, halk csengettyű szót hallott. A hangok egyre közeledtek, már egészen ott hallatszottak a dombon. Elhagyták a legnagyobb fenyőt, elhaladtak a kisebbik fenyő előtt is, de amikor a harmadik fácska elé értek, elhallgattak. Mind a három fácska látta az apró csengettyűket. Egy rénszarvas húzta, szép, kicsi szánkon csüngtek, amelyből kiszállott az utasa. Télapó vagyok, mondta. Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves, kicsi gyermek számára. Vigyél engem! Kiáltotta a legnagyobb fenyő. Engem vigy! Ágaskodott a kisebbik fenyő. A harmadik fácska azonban meg sem szólalt. Te nem szeretnél eljönni? Kérdezte tőle a télapó. Dehogy nem, nagyon szeretnék, felelte a harmadik fácska. De hát itt kell maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen elaludt. Kicsike fa, mondta a télapó, te vagy a legszebb fácska a világon. Téged viszlek magammal. Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójába állította a csöpp fenyőt a kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük. És a kicsi szánkó ezüstös csengettyű szóval tovasuhant velük a karácsonyi havon. Felkérem az egyháza képviselőit, mondják el adventi gondolataikat. A
Áldás békesség, Isten igéjét olvasom. Egyrészt a János evangéliumának 8. fejezetének 12. igeversét, másrésztről pedig Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 14. verset. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Máté evangéliumában, a hegyi beszédben pedig ezt mondja Jézus: ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Amen. Kedves testvéreim, adventban járunk, advent második vasárnapján, immáron 2 gyertya ég az adventi koszorúkon, és hát az adventi időszak az egy meglehetősen sötét időszak, tudjuk, advent végére válik a leghosszabbá az éjszaka a nappalokhoz képest, és hát utána jön el a világosság. Ezekben az időszakokban mi emberek nem nagyon szeretjük a sötétséget. Ezt mutatja az is, hogy egyre több fényt igyekszünk gyújtani. És ez nem csak úgy általában itt ezen a téren igaz, hogy egyre több fát díszítenek fel a szervezők itt körülöttünk, és egyre szebb díszekbe öltözik évről évre a város, hanem én azt gondolom, még az otthonainkban is így van ez. Sőt, a mindennapjainkban is így van ez. Nagyon régen, úgy több mint 50 évvel ezelőtt az embereknek még elég volt az a fény is, amit egy petróleum lámpa tudott adni a lakásban. Aztán jöttek a 40-es égők, de ma már meglehetősen furcsán éreznénk magunkat, azt gondolom, egy olyan szobába, ahol csak egy 40-es izzó világítana. Mert hogy az emberek egyre és egyre több fényt igényelnek. Vajon miért? Hát azt gondolom, talán azért, mert egyre nagyobb a sötétség, és ebben a sötétségben félünk. És az igazság, hogy amikor itt az adventi gyertyagyújtásra készültem, akkor olvastam egy nagyon szép történetet attól a református lelkipásztortól, aki a Magyar Rádióban vezeti a református félórát hétről hétre. És hát ő írta le azt, hogy volt neki egy különleges látomása egyszer. Egyik reggelen, így az adventi időszakban meggyújtotta az adventi koszorún a gyertyát, és nézte annak a lángját. És aztán szépen lassan kelt fel a nap, és egyszer csak eltűnt úgymond előle a gyertyának a lángja, mert a felkelő nap bevilágított a szobába, és hirtelen jelentéktelenné vált. Most kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy ez példázza valahol a mi életünket is. Mert Jézus Krisztus egyedül a fényről mondja azt egyébként nagyon megdöbbentő módon, hogy ő maga a világ világossága, és egy másik helyen ugyanezzel a világossággal azonosít bennünket, az ő tanítványait is. És az életünket példázza ez a dolog, mert nekünk is feladatunk az Krisztus követő emberekként, hogy világítsunk, úgy, mint ahogy a gyertya. De persze érezzük, hogy ez a világosság, amire mi képesek vagyunk világosságot adni ebbe a világba, sokszor bizony nagyon kevésnek bizonyul. De az advent arról szól, hogy eljön az élet világossága, hogy eljön Jézus Krisztus, és hogyha ő megérkezik, akkor hirtelen, mi azt gondolom, kicsit háttérbe szorulunk. Akkor ő tölt be mindannyiunkat, a maga életével, a maga világosságával. És én azt kívánom a kedves testvéreknek, hogy mindaddig, amíg elérkezik az Úr, addig mi magunk is legyünk ilyen világító lámpások. Mi legyünk addig a világosság ennek a világnak? Na nem azért, mert minthogyha mi el tudnánk oszlatni ennek a világnak minden sötétségét, hanem sokkal inkább azért, hogy ezzel a fényünkkel is jelezzük, mi el vagyunk köteleződve. Mi az övéi vagyunk, ő hozzá tartozunk, őre akarunk mutatni, ami töredékes, gyenge voltunkban is, hogy majd egykor ő eljön, és be fog tölteni mindent az ő dicsőségével, fényességével. Segítsen ebben bennünket az Úr. Amen.
Azt hiszem, hogy ezek után megvan mindannyiunknak a feladata, ahogy hallottuk lelkésztestvéremtől. Mindannyiunknak feladata van, hogy valóban fény és világosság legyünk. Ugye annak idején a mennyei atya, amikor megalkotta, megteremtette ezt a világot, csodálatos messiási idill államot, ha szabad mondani, világot épített az első emberpárnak. Nem volt se szenvedés, se próbatétel, nem volt semmi, ami talán megszomorította volna az életüket egészen addig, míg szembe nem helyezkedtek az Úristennel. És most, amikor mi ünneplünk eseményeket, készülünk karácsonyra, igazából mindig rólunk van szó. Minden egyes életed, minden egyes eseményében rólad van szó. Te hogyan készülsz? Mennyi, hogyha amikor látta, hogy az ember mennyire elrontotta a világot, és saját magának inkább a szenvedést és a rosszat választotta, mert nem volt hajlandó hallgatni az Isten tanácsára, szavára. Elhatározta, hogy meggyógyítja ezt a beteg embert. Elhatározta, hogy újból visszaadja ennek az embernek az egészségét, és ezért megígérte, hogy elküldi egyszülött fiát. Elküldi majd kiszolgáltatottként. Olyan valakiként, aki rá van szorulva a bűnös emberre. Hisz gondolj bele, ez a mennyei kisded, akinek az eljövetelét várjuk, ránk volt szorulva. És mi emberek talán nem engedtük be a szívünkbe, mert nem adtunk helyet neki a szálláson. Talán elutasítottuk, mert hát olyan kényelmetlen a mai világban, mi az, hogy valaki még hisz az Istenbe. És talán próbáltuk elodázni, vagy úgy kikerülni, hogy ne kerüljünk vele a kapcsolatba, mert mit szólnak majd az emberek, mit szólnak a kollégáink, mit szólnak a munkatársaink, mit szólnak majd azok, akik távol vannak az Úristentől. És lassan feledésbe ment. Nem jutott helye neki az emberek között. Ki kellett menni a városfalon kívülre, mert a civilizáció, a biztonságban lévő ember nem fogadta be. És ő neki a születését várjuk. Nem véletlen, hogy mai napon ugye Lukástól az Izaiás jövendőlését mondja el János. Az a János, az a keresztelő János, aki eléggé nomád körülmények között élt. Aki sáskán és vadmézen élt és szőrruhát öltött. Aki nem tudta, mi a kényelem, nem tudta, mi a jó lakottság, és állandóan a sivatagban élte le az életét. De olyan valakivé vált, aki rádöbbent arra, hogy ő elő kell, hogy készítse Jézusnak az útját. És mit mond ő? Ami egyenetlen, tegyétek egyenessé. Ami göröngyös, legyen sima. Hányszor göröngyös a mi szívünk? Hányszor támasztunk akadályokat? Épp a férjünknek, feleségünknek, mert megsértődtünk. Hányszor várom azt, hogy hát, ha kiengesztelnek, akkor majd lehet, hogy megbocsátok. Még tele vagyunk ilyen dolgokkal, ami egy keresztény emberre nem lehet, hogy jellemző legyen, meg tudunk sértődni. Hát a mennyei atyát, az Úristent meg tudott-e emberként sérteni? Ha te Isten gyermeke vagy, és engeded, hogy az Isten lelke lakjék benned, már pedig ezt ígéri Jézus, akkor meg lehet téged vagy a benned lakó valakit meg tud sérteni egy ember? Hát nem közös nevező nálunk. Nagyon fontos, hogy teremtsünk békét a szívünkbe. És nyugodtan nézzük meg saját környezetünket. Szakíts egy kis időt ilyenkor adventben arra, hogy kik számodra nehéz emberek.
itt a városban, vagy a kollégáid, munkatársaid között? Ki az, akire esetleg nem szívesen gondolsz? Vagy akinek talán valamit nem tudsz elfelejteni, mert egyszer megbántott valamivel? Ha nem tudod elfelejteni, nem tudsz megbocsátani, akkor valószínűleg nem tudsz bocsánatot kérni sem. Ez pedig már nagyon nagy hiba. Éppen ezért én azt kérném tőletek, hogy a következő héten vizsgáljuk meg az életünket, a környezetünket, emberi kapcsolataimat. Kik vannak olyanok, akikkel nem is szeretnék közeledni? Vagy akikkel szemben fönntartásaim vannak? És próbáljuk meg békét teremteni. Nem csak a szívemben, hanem azzal az emberrel kapcsolatban is, aki talán nehéz. Ezt jelenti az, hogy tegyétek egyenessé, tegyétek simává, ami göröngyös. Biztos, van olyan valaki, akihez lehetnél kedvesebb, akit jobban megérthetnél, mert lehet, hogy csak arra vár, hogy te lépj oda elsőnek. Ne feledd el, azt mondja, Szent Egyház azt tanítja és dogmaként hirdeti, hogy Isten az, aki elsőként szeret. A mi Istenhez való válaszunk az csak válasz. Tehát az Isten kínálja föl neked, a végtelenül hatalmas Isten kínálja föl neked a szeretetet. Te csak válaszolni tudsz rá. És milyen rossz az, amikor nem merek oda menni a másikhoz, mert úgy érzem, hogy ő bántott meg. Akkor kérjen ő bocsánatot. Én nem merek odalépni, mert mi az? Nem alázom meg magam. Milyen pici dolgokon tud elcsúszni Jézus közeledése? Milyen pici dolgok, milyen nagy akadállyá válnak Jézus számára azért, hogy a szívünkbe költözzen? Szüntesd meg ezt az akadályt. Készítsd elő az örök szeretetnek az útját a szívedhez, hogy valóban te is szeretetté válhass. Amen. Kedves Krisztusváró testvéreim, egy ikont szeretnék mindenki elé varázsolni, jó lenne idehozni. A két gyertya görögkatolikus egyházunkban négyet gyújthatunk már meg. Egy Krisztus ikont szeretnék mögé tenni, és közöttem és közöttünk, a Krisztus között a gyertya fénye egyre több fényt áraszt. Valóban egyként idézzük a Szentírásból, Krisztus a világ világossága, és felhatalmaz bennünket arra, ő mondta tanítványainak és tanítványaink keresztül, ti vagytok a világ világossága. Valóban a világ világossága vagyunk. 50 évvel ezelőtt fejeződött be a katolikus egyházban a második vatikáni zsinat, amelynek egyik súlyos dogmatikai tartalmú tanítását ebben az enciklikában írták meg, amely ezt a címet viseli, Lumen Gentium, népek világossága. Korábban sokan úgy értelmezték, hogy az egyház a népek világossága. Elmélkedésében, aki a pápai munkatársaknak a Vatikánban előadást tart, azt mondja, nem az egyház a népek világossága, hanem Jézus Krisztus, és ha Jézus Krisztus jól világít az egyház, ezt kell, hogy közvetítse. És az egyház nem a pápából áll, és nem a püspökökből, hanem a hívekből is. A maga helyén mindenki pap, püspök, mondhatni pápa. De igazából Krisztussá kell lennünk. Világítani, továbbadni azt, ami nem a mi fényünk. Mint ahogy a gyerekeknek tanítjuk a teremtés történetet, és az égi testek közül megkérdezzük, melyiknek van önfénye? Csak egyedül a napnak.
a hold, a csillagok, mind a naptól kapják fényüket. Ugyanígy kapjuk mi is, Krisztustól, azt a belső fényt, amit ez az ingó gyertya fény akar jelképezni, hogy a mi szívünkben is az a fény gyújjon, amire szüksége van minden embernek, csak egyesek elfeledkeznek arról, hogy erre a fényre, erre a belső fényre szükségük van. És egy másik ikont is szeretnék, nagyon örülök, hogy itt van a Mikulás. Itt van háttérben, és napok óta járja az intézményeket, a lakásokat, ajándékozza meg a gyermekeket. Arra az eredeti Mikulásra szeretném felhívni a figyelmet, akit úgy hívnak, hogy Szent Miklós, aki Patarában 270 körül született, és gyermekként kezdte magába szívni a krisztusi tanítást, és az egyik énekünk így mutatja be őt, a hitnek szabálya, a béketűrésnek példányképe, és az önmegtagadásnak tanítója gyanánt adott téged a maga nyájának az örök igazság. Az ikonábrázolásainkban úgy ábrázolják az ikonfesték őt, mint Krisztust. Kezében a evangéliumos könyvvel, másik kezével áldást ad, vagy a pásztorobotot tartja. Mert a hit igazságok a Szent Könyvből származnak, Isten igéjéből. A béketű, ezt kell befogadnunk, hogy ez a belső fény mindannyiunké legyen. A béketűrés elfelejtett erény. Olyan, amire mindenkinek szüksége van, amelyet a nyolc boldogság közül az egyikben Krisztus így fogalmaz meg, boldogok a békességesek. Vagy úgy is lehet visszaadni, hogy boldogok a békesség teremtők, akik magukban és egymás között békét teremtenek, mert Isten fiainak hívatnak. Hát erre vagyunk meghívva. És az önmegtagadásnak tanítója gyanánt adott. Krisztus itt tudott lemondani, mennyi mindenről, azért, hogy emberré legyen. És nekünk is ez a feladatunk, hogy igazán emberré legyünk, akinek teremtett bennünket. Ő megalázta magát, kiüresítette önmagát, és hasonló lett külsőleg hozzánk emberekhez. Azt akarja, hogy mi is belsőleg hasonlók legyünk hozzá Krisztushoz. És egy másik eseményre is szeretném a Mikulás ünnepén felhívni a figyelmet, amelyet Ferenc pápa, akit nagyon sokan nagyon szeretnek, mert érthető, amit mond, meghirdeti az irgalmasság évét. Az irgalmasságában gazdag Isten akkor mutatta meg irántunk szeretetét, amikor még bűnösök voltunk, nem akkor, amikor jók voltunk, vagy jók lettünk. Az Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem azért szeret bennünket, hogy jók legyünk. Amen. Ünnepségünk végén az iskola diák és tanárkórusával közösen kérem énekeljük el a Dicsőség mennyben az Istennek kezdetű éneket. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vigan így énekelnek, dicsőség, békesség, békesség.
Önök a Közelkép Televíziónk heti közéleti magazin műsorának 50. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon, a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a közösségi portálokon, töltsék le mobil alkalmazásunkat is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!